Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budafoki Doknányi Ernő Szimfonikus Zenekar megérthető zene sorozatának mai hangversenyén, mai ismételt hangversenyén, és ebből arra következtetünk, hogy Önök nem bérlői ennek a sorozatnak. Nem titkolt szándékuk, hogy megszeressék ezt a sorozatot, és máskor is legyenek vendégünk. Bár nem nagyon szoktunk ismételni ebben a hangversenyben, mert a Zeneakadémia falai ezt nem nagyon engedik meg, de ez egy majd szerencsés pillanat volt, hogy a nagy érdeklődés, amitől magunk is meglepődtük, hogy nyár közepén eltűntek a jegyek erre a hangversenyre, így aztán örömmel tettünk eleget annak, hogy Önök számára ma délután még egyszer megmutassuk ezt a programot. A filmzene általában úgy tekintjük, és hát főleg a komoly zenei világ és a nagyon konzervatív komoly zenei világ úgy tekinti, mint azért nem teljes értékű komoly zenei alkotás. Ez különösen John Williamsre, és ezen belül is egyébként a Harry Potterre semmiképpen nem igaz. A Harry Potter egy egészen magában álló, különleges pillanata a már 20. 21. századi filmzenének, amelyben a kortárs zene és az egyetemes európai gondolkodás olyan hihetetlen módon találkozik egymással, és teremt egy egészen pazar, magával ragadó, és egyébként zeneszerző szempontból sziporkázó, mesterségbeli tudást felmutató tételsorozatot, vagy több órányi zenét. Ugye a film szerencsétlenségére John Williams csak 3 filmet írt a zenéjét, és így aztán nem tudjuk, hogy mi minden lett volna, ami egyébként a Star Wars-ban tudjuk, hogy mi minden tudott lenni, azáltal, hogy John Williams végigkíséri azért ezt a sorozatot. Minden esetre itt is egy rendkívül kifinomult és borzasztóan szofisztikált zenei gondolkodással állunk szembe, miközben a dolog minden pillanatában élvezetes és magával ragadó. Nagyon lényeges egyébként, hogy magának a filmzenének is, de konkrétan ennek a műnek, nevezetesen Harry Potternek, van néhány tetten érhető elődje, tetten érhető olyan forrása, amely egyértelműen mutatja, hogy ez a zene lényegében a 19. 20. századi zenében gyökeredzik, mélyen és organikusan. Az első, egyébként minden filmzenének az egyik legfontosabb első forrása, egy színpadi kísérőzene, Mendelssohn Szent Ivánéi Álom című alkotása. Ennek az erdőzenéjétől kezdve a tündér manó táncokon keresztül, és maga a varázslat témája is valóban konkrét előképe ennek a műnek. Mind a két mű abban nagyon hasonlít egymásra, hogy a hegedűk számára elképesztő mennyiségű hangot kell rövid idő alatt eljátszani. Magyarul nagyon gyors és nagyon virtuóz futamokkal fejezzünk ki egyfajta varázslatos hangulatot. Nagyon lényeges forrása a Harry Potternek és John Williams munkásságának amúgy egyébként a késő romantikus szimfonikus költemények. Többek között a Scheherezáde, Rimszkij-Korszakov alkotása, amely mindenképpen az exotikumával, hiszen azért a varázslat maga egy exotikum, ennek az exotikus hangzásvilágnak és gondolkodásvilágnak és érzelmi világnak, amit Rimszkij-Korszakov megmutatta, és amivel nagyon hat például Stravinszkijra, a Tűzmadár című balettjében. Ez a két mű eredendő forrása egyébként ennek a műnek. Úgyhogy ha véletlenül meghallgatják ezt a két művet, úgy fognak járni, mint nagyon sokan, akik egyszer voltak egy filmzenekoncertünk, ahol Wagnert játszottunk és részleteket John Williams filmzenéjéből, hogy Wagner tisztára olyan, mint John Williams. Nos, picit Rimszkij-Korszakov is, és picit Stravinszkij is kicsit olyan, mint John Williams. Azért mondom így, mert ennek mindenkinek jobban esik ezt így. Egy másik jelentős forrása még Richard Strauss is. Egyrészt konkrétan a Till Eulenspiegel című szimfonikus költeménye, ami egy vidám csintevések sorozata, és tulajdonképpen Till Eulenspiegelnek van némi rokonsága Harry Potterrel is, ha nagyon akarjuk. De másfelől Richard Strauss-nak az a zeneszerzői technikája, hogy egyszerre több zenei gondolat szólal meg. És ez mégis élvezhető, fölismerhető, követhető, és ezáltal egy különleges plusz élmény keletkezik.
Természetesen Wagnert is mindig meg kell említeni. Ebben a művében Wagner talán nem annyira a leitmotív technikájával hat John Williamsre, mint ahogy a Star Wars-ba igen. A Star Wars nyugodtan egyszer majd csinálok egy ilyen párhuzamos Wagner Ring és Star Wars elemzést, hogy aki a Star Wars-ban ez, az a Ringben az, és hogyan működnek ugye ezek a vezér motívumok, amely egy-egy embert, egy-egy szituációt, egy-egy történést valami módon szimbolizál, akár tárgyat is még ugye a Ringbe. Nos, itt talán kevésbé ez a technika, de azért a Wagneri hangzás borzasztó erősen jelen van. Itt is már mutatok egy pillanatot, amikor önök tetten érhetik. Nos, tehát rettenetesen sok forrása van a Wagner zenének, és rettenetesen erősen gyökerezik a 19.-20. század zenéjének modern, egyébként azért a tradíciótól mégsem elforduló zenei gondolkodásában. Hogy ahogy imént említettem, hogy nem csak forrásai vannak a Harry Potternek, hanem hatása is van már mára. Arra gyorsan mutatok egy rövid részletet, mindenkinek szerintem a fülében van a Hedwig téma, a Harry Potter fő témája. Ha csak erre gondolunk, meg például a cselesta hangra, amivel a Harry Potter indul, és ami itt is fontos szerepet játszuk, és annak a sejtelmes hangzásvilágára, és még akár a dallamára is egy picit, akkor rögtön megismerjük például, hogy az imént említett Kutrick Bence opera, amit jövő héten játszunk, annak a bevezetésében, teljes egészében a Harry Potterbe érezzük magunkat. Mutassuk meg! Köszönöm szépen. Nos, tehát nyugodtan tapsoljanak. A végén még, mintha Voldemort is megjelent volna a dologban. Megjegyzem, ő nem fog megjelenni a Harry Potter suite-ben, hogy nem. Ugye ennek nincs igazán még olyan zenei gondolat, amit John William saját maga úgy érezte volna, hogy ebbe a általa készített hangverseny darabokba ez helyet kapjon. Nos, tehát amit önök hallanak ma, ez 9 tétel lesz, ami így ebben a formában, a filmzenében soha nem hangzik el. Bizonyos részletek összefüggésükben elhangzanak, vannak olyan jelenetek, amelyek nagyjából és egészében megfelelnek egy filmjelenetnek. Azért ez mégiscsak művészi alkotás John Williams részéről, és lényegében kis szimfonikus költeményeket ír, különösen 2-3 olyan, amelyik több-több elemből szövődik össze, és teremtődik egy nagyon hálás koncertdarab belőle. Egy picit szeretném bemutatni azért John Williams zeneszerzői világát, meg azt felmutatni, hogy mennyire és milyen módon teremti meg ezt a fantasztikus hatást a szerző. Ugye általában azt el kell mondjuk, hogy azért a jó szimfonikus költemény az mindig képszerű. Nem feltétlenül kell tudjuk, hogy miről szól, de ha hallunk valamit, akkor valamire tudunk gondolni. A Vivaldi 4 évszak azért az egyik legnépszerűbb zenemű a zenetörténetben, mert ugyan nagyon kevesen tudják, és biztos, hogy mindenki ismeri, és a fiatalok is, nagyon kevesen tudják a szonett történetét,
és nem biztos, hogy a kutyaugatást fel fogják ismerni, mert nem merjük olyan csúnyán játszani, hogy kutyaugatásnak halljuk, de összességében mindig képek vannak előttünk. Mindig érezzük, azért látjuk, hogy ez egy tavaszi, hogy ez egy vihar. Tehát bizonyos dolgokat nagyon könnyen tudunk látni, anélkül, hogy szavakkal tudnánk, vagy feltétlenül néznénk a filmet hozzá. És pontosan ez az ereje ennek a zenének, és ezt érzi John Williams, hogy olyan tételeket állít össze, amelyeket nyugodtan megcsinálhatjuk hangverseny zeneként marslakóknak is, akik nem látták a John Williams-et. Egyébként azt megkérdezem, hogy hány nem látták a Harry Pottert, hányan nem látták a Harry Pottert itt? Gratulálok, hogy eljöttek. Nem a... Most ezt nem kommentálom egyébként, de... Már azt hiszem, hogy mindenki látta. Azért többen vagyunk, akik nem nagyon láttuk minden részét, vagy egyiket sem, de egyébként nagyon helyes. Tehát nektek vagy önöknek különösen ajánlom a figyelmükbe, hogy bátran tessék képekre gondolni, mert nagyon könnyű lesz. Az elsőnek természetesen a leghíresebb, a nyitó képnek a zenéjét, és hát a darabnak, ha úgy tetszik, az egyik fő témáját, a úgynevezett Hedwig témát mutatnánk meg. Iszonyatos bátorság a szerző részéről, hogy egy szál kis aranyos cselesztával kezdi az egész darabot. A cseleszta persze azért egy korábbi formában nem annyira ismeretlen számunkra, mert ha valaki hallotta a varázsfovolát már, a bűvös csengettyű lényegében ma cselesztán megy, ahhoz hasonló hangszer volt, lényegében cselesztaszerű hangszeren szólalt meg. Tehát egy varázslat és a cseleszta, ezek már régóta jó viszonyban vannak egymással. Indítsuk el a Hedwig témát. Ugye? Egy fantasztikus színe vannak az egésznek, és annyira titokzatos lesz valamiért. Higgyék el, hogy anélkül is, hogy tudnák, hogy ez a Harry Potter. Aztán utána tovább fokozzuk a titkokat és az izgalmakat. 35. taktus, beszáll a vonóskar is, és elképesztő lendülettel száguldunk a térben, itt már szinte látjuk a varázslatot, ahol történik, mint hogy a filmben is nagyon ügyes trükkökkel néha látjuk, hogy valami azért, hogy jut el az egyik helyről a másik helyre. Köszönjük szépen! Ez a téma, ami lényegében összefogja az egész filmsorozatot, mert hiszen ez valójában nem a bagolyról szól, a bagoly csak hozzaviszi a híreket, ez magának a varázslatnak a szimbóluma. És ezért nagyon-nagyon sok arca lesz. Ugye ezt nevezhetjük egy bűbájos arcnak, amikor a varázslat jó varázslat, aztán néha gonosz arca is lesz, de erre még visszatérünk. Tehát tulajdonképpen ez is bizonyos szempontból egy vezérmotívuma az egész darabnak, de inkább ezt egyfajta fő témának és alaptémának nevezhetnénk, amelyhez képest nagyon sok minden fog történni a darabban. Ebben a kis tételben, amit ugye Hedwig tételnek nevez szerzőnk, aztán rögtön megjelenik a másik nagyon fontos szereplő, ő a Nimbus, a seprű, ugye, amelyiken ugye hát a varázslók közlekednek. Ez egy rendkívül elegáns, játékos zene, a 91-es taktus, legyünk szívesek. Felütés nélkül.
és így tovább. Köszönöm, az már ugyanaz. Fantasztikus, és egyébként remek fölrakás ugye hangszereken, először ugye a fafúvósokon, ők még ezt fogják játszani egyébként, egy külön tételben, és ami egy egészen pazar pillanata hangszerelésileg és zeneileg és az egész darabnak. De hogy azért itt nem egy egyszerű gyári seprűről van szó, hanem ugye ez egy ilyen biturbó Ferrari seprű azért, amelyik elképesztő sebességgel tud száguldozni, és ráadásul, ha úgy tetszik, kisipari kézimunka. Nézzük meg, hogy milyen kifinomult, kézműves pillanatokat látunk ebben a seprűben. Menjünk, legyünk szívesek a 128. taktusra. A téma most már a fülünkben van, megkérem a fafúvósokat, hogy mutassák meg a fagot nélkül, hogy milyen kis díszesen szólal meg ez a zenei gondolat, ami előbb olyan egyszerű hangokban ismertünk meg az előbbi megszólaláskor. Elég ritkán jön át egyébként, mert ha meglátják a végén, azért a fő téma azért erősebb lesz, de hát persze a legfontosabb a biturbó motor, de azért nem biztos, hogy nem fontos, hogy milyen a mondjuk a belső kidolgozása azért ennek a seprűnek, vagy a Ferrari-nak, vagy amire gondolunk. De hát nézzük meg, hogy azért a hegedűk is hozzáteszik a magukét például, ők sem szűkölködnek hangokban és díszítésben, ugyanez? Ez az, köszönjük szépen. És most hallgassuk meg együtt, és ne csak a fő témára figyeljenek, ami persze a leghangosabb lesz, hanem ezt a rengeteg fantasztikus díszítés és különböző zenei anyagok találkozása, és itt értjük meg, hogy ez nem akármilyen seprű, ami még a varázsseprűk között is a legesleg fantasztikusabb. 128. Tutti. Köszönöm szépen. Nos, így szól. Ahogy mondtam, fogjuk ezt még hallani, ezt a részt egy külön tételbe, figyeljék meg annak az egész más zenei karakterét, meg ahogy majd hallani fogjuk, hogy a seprű hip-hop magától eltávozik. Egy másik nagyon izgalmas tétel, amit érdemes megmutatni, mert egy rendkívül furcsa szereplőről szól, menjünk a Gilderoy Lockhartra. Ugye a tanár úr, aki az emlékezet megátkozásával megáldott, és idegen tollakkal ékeskedő, hát egy ugye picit furcsa figura, ondolált, festett szőke hajjal, és mérhetetlen önimádattal, ugye ő abból él, hogy a másoktól ellopott emlékeket meséli el saját hőstetteiként. Ezt egy nagyon-nagyon jópofa módon fejezi ki John Williams. Az egyik az, hogy a dallam, amit ő szimbolizál, az nagyon kevés hangból áll. Tehát ugye azért majd fogják látni, hogy a Harry Potter legutolsó megszólalása, amely a kvázi az ő világát szimbolizálja, abban milyen tág, gesztusú, szinte az egész világ, az enyém élményű dallamot fogunk hallani. Ilyen tüm, 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 egész pici. Ennél még szemtelenebb, vagy még fintorosabb az, hogy a ritmus, amit megszólal, a legbonyolultabb ritmus, az a tá-ti-ti-tá-tá, vagy a titti-ri-titti. Ez azért érdekes, mert ugye egy normális képességű 3 éves gyerek ezt már vissza tudja tapsolni. Ha mégsem, az az önök bűne. Tessék megtanítani, mert ez nem olyan nehéz. De ez körülbelül egy 3 éves gyerek számára egy természetes dolog. Tehát nagyon egyszerű, egy nagyon kis primitív zenei módon ábrázolja a tanár urat szerzőnk.
Tadidom. Tadidom. Na végre. Tam tigi da pam pam pam. Pam pam pam. Egy mondatot nem tud végig mondani. És így tovább. Köszönöm szépen. Ő tehát Lockhart tanár úr. És nem véletlenül, hogy Joe Williamsnek egyébként ebből is körülbelül ennyit lehet hallani, még ennyit sem a filmben, mert addigra már ugye mindig beszéd van, vagy valami. De ezt fontosnak látja, mert azért ezt ő is érzi, hogy az ostobaságot és a kicsinyességet milyen zseniálisan lehet ábrázolni a művészetben. Egyébként ezt mindig jegyezzék meg, hogy a gonoszt, a rosszat, a bűnöst, az ostobát mindig könnyebb ábrázolni, mint a tökéleteset, a szépet, a maradandót. Persze sikerül, hiszen a művészetnek ez a nagy erénye, de és ráadásul azt is elárulom, mindig élvezzük is, mert ez ugye játszékos, vicces, gúnyos, az ilyen zenék mindig nagyon népszerűek tudnak lenni. Ez tehát a tanár úr. A következő tétel, amit megmutatnék, menjünk a Witches-re, ez talán a legjelentősebb tétele az egész Harry Potter irodalomnak. Nem ezt szoktuk játszani, mert ugye a fő zene, a fő címzene a legnépszerűbb, de még gondolkozom, hogy talán legközelebb ezt játsszuk egy filmzenekoncerten is, mert egészen magával ragadó zenei gazdagsága van ennek az alkotásnak. Ez kezdődik a Quidditch-el, ugye, ami egy látványos labdajáték, ugye a varázslók sajátos labdajáték a seprőn kergetők egymást és a labdáért. Az infrastruktúrája is egy picit egyszerűbb, mert ilyen könnyű szerkezetes kis leátókat másodpercek alatt odavarázsolnak. Ugye nem kell évekig stadionokat építeni ehhez a játékhoz. Ezt csak ezért a mondatért mondtam el. Ugyanakkor ez is egy rendkívül összetett zenei gondolkodásban fogalmazódik meg. Érdemes végig kísérni a legfontosabb összetevőit. Menjünk tehát a... Ti már ott vagytok, csak még én nem. Menjünk a 64. taktusra. Kérem szépen a vonóskart legyen szíves megmutatni nekünk a 64. taktustól. Tessék megfigyelni, hogy megint egy száguldozó gesztus mutat, csak most azáltal, hogy ennek már van egyfajta jellegzetes ritmusa. Ezt még meg fogják erősíteni a fúvósok is, majd mindjárt halljuk, de hallgassuk meg ennek a magával ragadó lendületét és szédületes sebességét. 3, 4. És köszönjük szépen, igen. Ugye, ez megy. Ezt még jobban kiemelik a fuvolák és oboák legyenek szívesek, akik szinte kényszeresen ismétlik ugyanazt. Ez a mindig is egyfajta lendületnek a szimbóluma, hogy csak arra mondja, tigidim, ugye, telvilmos lovaglás és mindenfajta száguldásnak ez a ritmusa. Nos, ők teljesen őrületig fújják ezt a ritmust. És így tovább. Ugye? Nem nagyon kellemes, de nagyon fontos ahhoz, hogy érezzük ennek a dolognak a lendületét és erejét. Eközben mindennek van egy témája magának, ugye ennek a száguldozó labdajátéknak. Ez a téma pedig 64-esben mutassuk meg, legyünk szívesek. Csak a trombita fújja, legyen kedves. És... Igen.
Ez egy jellegzetes téma, amelyik azért érdekes, mert tulajdonképpen nem csak egyszerűen egy téma, hanem megmutatja persze a másik arcát is John Williamsnek. Visszamehetünk a 18-as. Nem, bocsánat, nem. Elnézést kérek. Még először meg kell hallgassuk együtt. Jó, hallgassuk meg mindezt együtt, hogy mi történik itt. 64 együtt. Érződik ebben a mérhetetlen lendület. 18. taktusra menjünk vissza, és nem csak azért jelentős egyébként ez a tétel, mert azt, nem csak azt látjuk, hogy remek a karakterizáló képessége John Williamsnek, hanem azt is látjuk, hogy azért ő a mesterséget teljes egészében birtokolja. Nagyon lényeges azért, hogy a zenetörténetben az egyik legfontosabb az, hogyha van egy gondolatunk, annak meg kell mutassuk az ellenpontját. Ezt úgy is nevezzük, hogy téma és kontrapunkt. Volt külön kontrapunkt művészete. Ebben az iskolában nekem még volt kontrapunkt órám, ahol csak azt tanultuk, hogy hogy írjunk hangokat egy már meglévő témához. Ez nagyon lényeges. Ennek a csúcsa, ennek a gondolkodásnak a fúga, ami egyébként kergetőzésnek tartjuk, azáltal, hogy a témák egymás után szólalnak meg, ott van persze még egy kicsit szigorú rendje is a dolognak, és eközben mindig van, amikor nem témát játszunk, annak egy van fontos szerepe. Ez egy elég bonyolult zenei tudás. Egyébként elárulom, azért a romantikus zeneszerzők nagy része nagy-nagy nehezen nekidurálja magát, és életébe ír két fúgát körülbelül. Mert azért nem olyan könnyű. Ugye értelemszerűen Bach minden nap írt kettőt. Tehát ez egy egész más világ volt azért az, és más gondolkodásmód volt. De ez nem azért volt, mert Bach ennyivel jobb volt mindenkin, egyébként igen, de a szomszédja is írt kettőt, csak azt arra nem ismerjük már azt egyébként, úgyhogy hármat szerencsétlenje. De összességében ez a gondolkodásmód azért a zenei tudásnak egy fontos fokmérője. És azért most, amikor kergetőzésről van szó, akkor azért John Williams nem teheti meg, hogy nem mutatja meg, én is tudom magamat kergetni, ugye a fuga szellemében. Menjünk a 18-as taktusra. Köszönjük szépen. Természetesen azért John Williams, köszönöm szépen. John Williams azért ebből nem ír egy olyan fúgát, mint Bach. Nem is jön be négyszer sem a téma, hogy ez illene. De azért érezzük, hogy ő tudja, hogy és egyébként, ha nagyon akarná, akkor beírhatná, csak valószínűleg a filmrendező azt mondta, hogy köszönöm szépen, ez nem elég lesz. Ennyi ebből. Nos tehát, ennek a tételnek még további fantasztikus pillanatai vannak. Az egyik ilyen a következő rész, a Makeszt mutassuk meg, kérem szépen, rögtön a főrész után. Ez a 87-es. Ugye Makesz Ronnak a patkánya, aki azért egy csúnya varázsló költözött bele, vagy nem, tehát azért nem merem egész pontosan elmondani, mert ha láttam, sem emlékszem rá, de arra sem emlékszem, hogy láttam-e. Minden esetre ez is egy fantasztikus karakter ezen egyébként. Ha nekem senki nem mondja meg, hogy ez patkány, és senki nem mondja meg, hogy rossz varázsló van benne, akkor is meg tudom mondani, hogy itt valami nem stimmel itt egyébként. És ennek egy fantasztikus módon teremti meg ezt a hangulatát John Williams, tessék megfigyelni. Pizzikátó, tehát csak pengetünk, olyan száraz és kicsi töredezett zene az egész.
az ember egy picit azért összeborzong. Jó zene, de nem örömteli. Viszont egy tüneményes másik pillanata ennek egy kismadár, akiről nem tudom, hogy kicsoda, nem is érdekel, mert az biztos, hogy kismadár, ha mégsem, akkor is. Tehát ez biztos, hogy egy kismadár. Ez egy fantasztikus jelenet megint, ahogy John Williams szabadságot ad, úgy néz ki egyébként, hogy a szegény nagyon szabad lenne, közben lilát lát a hangok számától és egymástól való távolságától, és egymáshoz való, vagy rettenetes sebességétől, de közben mégis úgy érezzük magunkat, hogy betévedt közénk a szabadság, frissesség illatát hozza egy kismadár. Ez a 127. taktus. Szépen, bravo. Az utolsó része ennek a nagy tételnek a hógolyózás jelenet, amikor Harry Potter éppen láthatatlaná teszi magát, és aztán így nagy meglepetésre kedves, nem annyira jó barátait hógolyókkal lepi meg. Ennek is egy nagyon-nagyon zseniális technikája van John Williams részéről, mint ugye karácsony körül vagyunk, havazik, ezért egy angol karácsonyi dalszerűséget hallunk, és tulajdonképpen egy egyszerű szünettel és egy kedves dobütéssel jelzi, hogy éppen valakit hát, képen talált egy hógolyó. Tüneményes pillanat, a játékossága, és persze azért a hangulata, és persze a hatása, ahogy ezt John Williams megírja. Ez pedig a 161. taktus. Ez volt a hógolyó. Marzs néni keringője is egy fantasztikus karakterdarab, aki egy nem túlságosan barátságos néni, és ezért Harry Pottert felbosszantván úgy dönt, hogy ha ilyen felfuvalkodott, hát akkor fuvalkodjon fel. Erre szerzőnk egy remek váltszer karaktert választ, annál komikusabb egyébként ennek a, egyrészt a hölgy nem túlságosan könnyedsége, és persze a dolog végén az, hogy a felpuffadásának vagy felfúvódásának köszönhetően az égbe száll 25. taktus. És ennek különlegesen zseniális a befejezése ennek a tételnek. Figyeljék meg, ugye, ha nem tudom, jártak-e már balett előadáson, nem Stravinsky vagy kortárs balett, hanem mondjuk Csajkovszki diótörő, vagy Hattyúktava, vagy Csipke Rózsika, ugye abban kétségbe esetten, természetlenesen spiccen rohangálnak az emberek, és kergetik egymást, és kerülgetik egymást, és aztán minden rendes balett felvonásnak van egy fináléja, ahol aztán mindenki megmutathatja mindenét, és ez szinte
őrületig fokozódik, és ebből egy ilyen igazi, kicsit közönséges és kicsit hát olcsó balett fináléval fejezi ezt be. Nagyon kikacsint a szerzőnk, egy nagy, hatalmas, óriási befejezést konstruál kvázi annak örömére, hogy Marzs néni fönt föld körüli pályára került. Jó, mutassuk meg. Ez pedig a 89. Talányosabb egyébként, és a legmodernebb részlete ennek az egész Harry Potter zenének a Kóbor Green Bus, a busz, ami ugye elképesztő sebességgel száguld, időközönként repülnie kell, és hirtelen megáll és tovább száguld. Ugye ez egyfajta káosz és egyfajta szédületes sebességről szól. A sebességet a bőgők mutatják meg a dologban. Legyünk szívesek elindítani a darabot? Tessék figyelni, ők egy rendes ilyen jazz bőgősként fognak most viselkedni, aki egyfajta dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, ezt mondják a darabon keresztül végig. Ha ezt megáll a zene, akkor ők is megállnak. Egyébként aztán ők, gyakorlatilag ők, akik tartják, vagy ők a sebesség szimbóluma. Nyugodtan csatogjatok, nyugodtan, nyugodtan. Persze, hát persze, persze, hát ez az. Ahogy szoktatok, nyugodtan, igen, igen. Tehát ők a sebesség a dologban egyébként. Megmutatnám egyébként a közlekedési káoszban, ugye a legfontosabb eszközünk a dudák. Először, hogyha a trombiták megmutatnák a dudálásukat, ez a harmadik... hol vagyok? Mindjárt megtalálom, igen. Jó? Trombiták, legyenek szívesek, jó? Ugye ez egy tipikus duda jellegzetesség, de még izgalmasabb a fafúvósok dudája. Legyenek szívesek 21-et megmutatni, akik dudálnak itt. Hagyjátok ki ezt a taktus közötte, csak a két dudát játsszátok el. Jó? Olyan kis szorgalmasok. Na nem baj, de azért hallottuk a dudát. És egy kis sikoit is mutatnék azért, hogy a kellő izgalom meglegyen, megkérem a fólákat, hogy mutassák meg a sikoljukat, mondjuk kétszer, jó? Na, még egyszer. Ugye, hát ez is egy szép gesztus. Az egész tulajdonképpen még azért megmutatnánk ez is egy fantasztikus pillanat, kürtök és pozanok legyenek szívesek, 27. taktus. Ez például az ő sikoljuk. Nos tehát, tele van effektussal ez. És igazán ennek a tételnek nincs témája. Hát aki utána fütyörészve megy haza, aznak értékes ajándékot adok egyébként ebből a tételből. Van egy pár tétel, amit nyugodtan fognak fütyörészni, ebb biztos, hogy nem. Mert nincs, tehát én se tudnék egyébként, hanem rengeteg effekt áll egymás mellett, és persze az egészet,
összefogja azért John Williamsnek az az arca, hogy ő azért valójában bárzongoristaként kezdte. És ő úgy került egyáltalán a filmiparba, hogy nagyon sok mindenkit kísért a filmzenék kapcsán, és hát úgy figyeltek fel rá a hihetetlen tehetségére. Ő egyébként valóban nagyon otthon van a jazzben, és hát nagyon jó pár olyan tétele van, amelyben egyébként a Star Wars-ban is ugye van egy remek jazz tétel, azt szoktuk is játszani. Tehát itt lényegében klasszikus értelemben van jazzről van szó. Indítsuk el, legyünk szépen előről. Az a pillanat, amikor Harry Potter fölkenődik a busz üvegre, amikor hirtelen befékez a busz, ugye itt meg, így állt meg a zene. Egy magával ragadó zene, egyébként remélem élvezni fogják, amikor egészbe eljátsszuk. Most már csak a másik papíromat kéne megtalálni. Megvan. Elnézést, csak itt. Annyi papír van, hogy az hihetetlen. Nos, tehát láttuk el ezeket a tételeket, amelyek hihetetlen karakterisztikusak. Ez egy olyan képesség, amelyet nagyon kevesen tudnak. És hát értelemszerűen ezek nagyon jól élnek a filmekhez, de azért, ha belegondolnak, a filmekben alig hallanak ebből azért valamit. Persze, egy-egy pillanatban azért nagyon-nagyon hatásosan, de összességében ezek sose jelennek meg ennyire erőteljesen, mint most. Hogy azért azt is értsék, amit az elején mondtam, hogy szerzőnk pazarul bánik a zeneszerzési technikával, illetve hogy azért a témáknak nem csak egy arcuk van, mint ahogy a romantikus zenében ez nagyon gyakran így van. Megmutatnám a titkok kamráját, Chamber of Secrets, please. Ez egy lényegében a Harry Potter, illetve a Hedwig téma, tehát a fő téma, a varázslat téma, amit hallottunk a Celestán, annak egy módosított verziója. Mégpedig az alaptéma, ugye ez egy eléggé kis terjedelmű. Na most meg fogják hallani azt, hogy teljesen más távolságban, picit torzabb lesz, és egyértelműen fenyegetőbb lesz zenei gondolkodás. És persze, ahogy egy titkok kamrájától illik, tele lesz misztikus sötétséggel, félelmetes, horrorisztikus zenei elemekkel. A hegedűk remekül tudnak egyébként ilyennel bánni, mert ha ők egy picit elkezdik gyorsan a vonójukat egyhangon játszani, ráadásul egy ilyen speciális módon, ahol nem szép hangot játszanak, hanem egy kicsit torz hangot, az egy normális esetben azonnali libabőrt okoz mindenkinél, anélkül, hogy a filmet is nézni. Nos, ezt most hallani fogják. Kérjük szépen tehát a... Ez az. Itt a téma. Yeah.
ugye fölismerhető ezen az ugyanannak a témának egy változata. És így tovább. Ez tehát a témája, az eltorzult változata a varázslat témának, ahol ez bűbájos, ez inkább félelmetes, és inkább egy picit ördögi arca. De ugyanígy Nimbuszunknak is van azért egy módosult témája, Seprünknek, amely egy varázsló nótában is előkerül, meg még máshol is. Mutassuk meg a Double Trouble-t. Tessék figyelni. Ja ta 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 ra rim bam ba ra rim bam pim pa pa pü. Ugye ez a téma, ez lényegében fölismerhető, de mégis egészen más. Majdnem ugyanaz. És így tovább. Köszönjük szépen. Tehát ismét arról azzal találkozunk. Köszönöm szépen. Ismét azzal találkozunk, hogy a zenei gondolat, bizonyos hangok adott esetben valaminek az ellenkezőjét is ki tudják fejezni. Ez egy tipikusan romantikus gondolkodás. Bachra ez nem jellemző, Mozartra sem. Ő választ egy más zenei gondolatot, hogyha valaminek az ellenkezőjét akarja kifejezni. De azért ezt a fiataloknak mondom elsősorban, de egy nagyon fontos fordulópontja az európai kultúrának, Goethének az a műve, a Faust, amiben azt a kérdést teszi föl, hogy vajon bennünk a jó akarat azt nem válhat rosszá-e? Legfőképpen ugye azért ott a főszereplő maga is alkotó ember. Magyarul azt kérdezi, hogy bennünk van-e az ördög, vagy pedig tényleg az ördög valahol van és befolyásol minket. És ezért ezt úgy értelmezi a művészet, hogy ugyanannak a zenei gondolatnak lehet pozitív megszólalása és lehet negatív megszólalása. Ez nagyon jól tetten érhető pláne ebbe a varázsló dologba, hiszen itt ráadásul jó és rossz a varázsló küzdenek egymással. A varázslat önmagába még nem dönti el, hogy az jó vagy nem jó, hanem az, hogy ki mire használja. És ugye ugyanez az alkotásba is, az alkotás, a világ megismerés, adott esetben kételkedés, mindaz, ami például a Bibliában vagy bármely vallásban le van írva, az nem bűn, bűne vagy nem bűn, az attól függ, hogy hogyan használjuk és melyik kerekedik felül bennünk a kételkedés, vagy valami módon a tudás, hit és a biztos gondolat. Nos, ebből a szempontból John Williams egy nagyon is romantikus operai, illetve zenei gondolkodásmóddal nyúl mindenhez hozzá, és a műveiben is világosan látjuk azt, hogy a ellentétek rendkívül erős módon kifejeződnek azáltal, hogy karakterisztikus dolgoknak több arcát is látjuk. Végül meg hagyj mutassam meg azért azt a számot is, amit utoljára játszunk majd a 9 szám között, ez pedig Harry csodálatos világa. Azért is érdekes, mert érdemes figyelni mindjárt a megszólalás pillanatában, ahogy megszólal majd a zenekar, hogy egy igazi Wagneri hangzás szólal meg. Ez, amiért mondtam, hogy többek között Wagner is egy nagyon fontos forrása John Williamsnek még ebben a művében is. Másrészt pedig itt hallunk először egy olyan igazi dallamot, amiben mérhetetlen szépség, és tulajdonképpen ha szabad így mondanom, hollywoodi értelemben szép, és a hollywoodi amerikai filmek dallam szépségét, ennek a mértékét éri el, és nem csak karakterisztikus, hanem adott esetben érzelmes és megragadó. Ez az egész tétel főhősünkről szól. Az ő érzelmei, az ő tulajdonságai, az ő szeretete, az ő barátsága, az ő jósága,
És hát mindaz, ami az ő karakterének a legfontosabb tulajdonságai, azt jellemzi a különböző zenei anyagokkal. Van ebben diadalmasság, van ebben intimitás, és van ebben persze játékosság, és adott esetben fintor, szemtelenség, egy pici groteszség is ebben a tételben. Mindenesetre a végét hallgassuk meg, amelyben, ahogy mondom, egy Wagneri hangzással is persze a legfontosabb dallamokat halljuk még, és aztán nagy szeretettel kívánok önöknek a második fél időben nagyon jó szórakozást. Eljátsszuk ezt a 9 tételt, amelyik nem az összes, amit John Williams kvázi hangverseny előadásra javasol, de annak a legjava, és egy egészen pazar keresztmetszetet mutat ebből a műből, amelyet úgy hallgassanak, hogyha ez tetszett bárkinek, akkor nyugodtan hallgathat Stravinskyt, hallgathat Rimszkij-Korszakovot, és még Wagnert, és még nagyon sok mindenkit régebben pláne, mert ez egy igazán tipikus klasszikus gondolkodás. Hajlamosak vagyunk azért, mert John Williams sok filmzenét írt, úgy tekinteni, hogy hát ez csak filmzene, nem. Ez az európai klasszikus zene, 21. századi klasszikus zenének egyik csúcspontja minden szempontból. Köszönöm, hogy velünk voltak, legyen máskori szerencsénk, főleg a fiatalokat nagy biztatjuk arra, hogy ne féljenek a hangversenytől, látják, nem bánt a bácsi. Befejezésül tehát egy rövid részlet, és aztán szünetben szívesen állok önök rendelkezésére, és élvezzék a második félidőben ezt a pazar zene sorozatot, amit játszani fogunk. Köszönöm szépen! Kettőben vagyok, állabréve. Thank you.
Thank you.
Thank you.